Közel egy éve látható egy hatalmas nagy molinó a Kogárd Galérián Pirelli Zsuzsa textilművész kiállításáról. Ki volt írva egy dátum, és gondoltam, hogy el kéne menni megnézni. Aztán utána láttuk, hogy a dátum hosszabbodik, és aztán megint hosszabbodik, mindez annak a sikernek tudható be, hogy rengetegen nézték meg a kiállítást. Vendégem Pirelli Zsuzsa, Kossuth Díjas textilművész, szeretettel köszöntelek. Örülök, hogy itt vagyok megint. Zsuzsi, fantasztikus érzés, hiszen egy rövid, 3 hónapos ciklusra lett megtervezve ez a kiállítás, amelyben csodálatos munkáid láthatóak, és aztán az érdeklődésre való tekintettel hosszabbodik. Ez egy ajándék, ez a kiállítás a Kogárdtól a Kossuth díjathoz. Hogyan készültél erre a kiállításra? Hogyan szedted össze hozzá az alkotásaidat? Úgy készültem rá, hogy fölhívott a Kovács Gábor, és azt mondta, hogy csinál egy kortárs kiállítást, és néhány darabot szeretne tőlem is. És kiválasztottam egy pár darabot, aztán jött a megnyitó, és mit látok az üvegajtón keresztül, hogy a barátaim állnak ott, és csak az én goblenjeim vannak, meg akvareljeim kitéve. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, és hát azt nem sejtettem, hogy egy ideiglenesen állomásozó állandó kiállítás lesz ebből. De hát ez nagyon nagy öröm, mert végül is én a kis falusi műtermemben dolgozok, a rögeszméimet ott szövöm meg, és a kiállítás egy olyan helyzet, amikor reakciót kapok arra, amit csináltam. Úgyhogy a vendégkönyvbe találom meg azt, amit én úgy gondolok, hogy őszinte reakció, mert amit a megnyitón mondanak, abban néha felmerül bennem, hogy bizonyára nagyon udvarias, és azért mond szépeket. No, félretéve a szerénységet egyébként, ami jellemző természetesen Zsuzsira, azért hozzá kell tenni, hogy itt elképesztő műalkotásokról van szó, amelyek nem egy nap alatt, nem két nap alatt, hanem sokszor évek munkája alatt szövődnek meg, beleszőve a lelkét, a szívét, a tudását. Abban a közegben, ahol jelen pillanatban te dolgozol, azt gondol az ember, hogy minden adott ahhoz, hogy az álmaidat, vagy a gondolataidat, azokat meg tudsz szőni. De hát ez nem annyira egyszerű. Hiszen itt hatalmas munkákról van szó, és pontosan azért érdekes a Kogárd kiállítás, mert ott tér van ahhoz, hogy ezeket a műveket be lehessen mutatni. Hiszen számodra nem minden kiállító tér megfelelő. Hát tavaly nagyon el voltam kényeztetve, különösképpen a Szentendrei Ferenci Múzeumban volt egy nagy kiállításom. És az ember azt gondolná, hogy ugyanazok a művek mindig a falon, mindig ugyanazt jelentik. Hát szó nincs róla. Úgyhogy azért nagyon izgalmas dolog kiállítást rendezni, mert kitalálom, hogy mit akarok nagyon mondani, és akkor ahhoz a főműhöz, tehát mondani valóilag főműhöz rendezem az egészet. És ott 5 terem volt, és gyakorlatilag a hétköznapi bajainkból indultak a képek, és szépen lassan egy picikét a föld fölött néhány lépéssel, száncsapással végezhette az, aki szereti, vagy érti, vagy meg akarja érteni, amit mondanék. És még egy Igen. nagyon érdekes volt, hogy a himnusz goblenem volt az utolsó darab, és én ideálisan azt szeretem, hogyha úgy bele lehet sétálni. Uh-huh. És az első teremből nézve pontosan a célegyenes közepébe volt a himnusz, de ahogy közeledtünk felé, kiderült, hogy az élet nem ilyen, az út nem ilyen egyenes. Egyszer csak kiderült, hogy az egyik sarkába van a teremnek, úgyhogy egy ilyen kis eszmei játék is volt, hogy nem olyan egyszerű megközelíteni azt, ahova vágyódunk. Olyan érdekes, sosem gondoltam ezt így végig, de hogy milyen nagy felelőssége van egy kiállítás berendezőjének ahhoz, hogy elérje azt a célt. Ugye sokszor csak azt nézik a kiállítás szervezők, pláne egy nem, tehát a több képet, vagy több festőművész, vagy több művész alkotás egy bemutató tárlatnak, hogy annak lehet egy másfajta tematikája, és nem csak az, hogy egymás mellé rakom úgy a képeket, hanem ezeket, hogyha
valaki hozzáértő állítja ki, akkor annak van egy logikai sorrendje, ahova el lehet jutni, ez még sosem jutott az eszembe. Ennél a Szentendrei kiállításnál az, hogy ez a végállomás, a himnusz, ez hova került, és hogyan épültek egymásra, ez nem volt számomra kristálytiszta. Ezek szerint ez nem a te agyadban született meg ez a logikai sorrend, hanem kiállítójében, a rendezőjében? Aki rendezte, abban tökéletes lelki azonosságban voltunk, és általában, ha én rendezem a kiállítást, nem úgy, mint a Kogárt kiállítás esetében, akkor azt mindig megbeszéljük, hogy mit szeretnék. És szerencsére itt működik a jog. Uh-huh. Úgyhogy aki rendezte, abban teljesen egyetértettünk a dolgokba, és szerencsére annyi művet össze tudtunk gyűjteni, jobban mondva a múzeum, hogy megtudtam ezt a tulajdonképpen egy ilyen eszmei lépcsősort meg lehetett rendezni. És tehát ettől lett még nagyobb a hatása az egésznek. Hát valószínű, igen. A vendégkönyv szerint igen. Igen. És tárlatvezetéseket is csináltam, és azt is nagyon élveztem tulajdonképpen, mert ha a kiállítás nézőket érdekli, hogy mit gondolt az alkotó, az egy jó dolog, de én azért mindig hozzáteszem, hogy ha én már nem vagyok, vagy ha most nem vagyok, akkor is szabad a gazda, tehát mindenki azt gondolja, ami eszébe jut, amire reagál, tehát amit a kép sugall neki. A címek azok segítőek, mindig borzalmasan kínlódok, hogyha megszövök egy kárpitot, és akkor én tudom, hogy miről szól, de hogy eszmeileg kicsit hozzáférhetőbbé tegyem, akkor utána a szövés egy játék ahhoz képest, amíg én egy címet megszülök. Úgyhogy ilyenkor kerül elő a Hamvas Béla, verses kötetek, Te járd, de sárd, de negyebek, és akkor egyszer csak ott van olyan, hogy a latin szótárt végigolvasom. És akkor egyszer csak elakadok egy szónál, igen, ez jó lesz, és akkor mozaikszerűen összeáll a dolog. De van olyan, hogy külső segítség, például annak az angyalnak, ami a Kogárt plakáton látható, annak a Müller Péter felesége mondta meg a címét. Úgy szokott lenni, hogy levágom a szövőszékről a goblent, és néhány barátomat kihívom. De kívül a kis falusi házikunk falán tudom csak megmutatni, mert ott van nagy fehér felület. És akkor a Ágnes, voltak különböző ötletek, hogy mi legyen a címe, és az Ágnes azt mondta, hogy érzett egy fuvallatot, és a fuvallat azt mondta, hogy ne féljetek, ez legyen. És annyira beletalált abba, amit én mondani akartam, hogy így aztán idegen címekkel ékesítettem föl ezt a képet. Az angyal védő szárnya alatt tulajdonképpen. Hát tulajdonképpen átsuhan az angyal, tehát nem néz ránk, hanem átsuhan, hogy mindenkinek jár, ha szüksége van rá. Azon filozofálgattam itt közben, amíg beszélgettünk, hogy ezekből a vékony kis szálakból, vagy néha vastagabbakból, hogyan születik meg az agyadban az a kép, az a textília egy szövőszéken keresztül. Micsoda hihetetlen matematika és logika kell hozzá. És mennyit változtatsz az eredeti elképzeléseden? Egyáltalán, hogyha változtatni akarsz, amit már beszőttél, azon nem lehet. Szál nem fordul elő, amikor fejbe megszületik valami hosszú időszak egyébként. Valami felháborít, valamit nagyon szépnek és jónak találok, tehát mindenképpen szélsőséges érzelmekből születnek ezek a képek. Én festőművésznek készültem, csak aztán én úgy hívom, hogy a munkaterápiás festészetet választottam, de tehát fejben kész van a kép, és még azt is tudom, hogy mekkora, mert nem mindegy, hogy más mekkora. A hatása, gondolom, igen. És utána fogok egy kis vacak papírt, arra ceruzával fölrajzolom, de mondjuk mint egy képeslap akkora papírt, fölrajzolom a képet, és a színek a fejemben vannak, és utána erről egy, úgy hívják, hogy kópia, tehát egy 1:1-es kontúrrajzot rajzolok.
És a kontúra az azért szükséges, mert a szövőszéken 40 centit lehet egyszerre látni, és aztán az letekerődik, miután két henger között zajlik ez az egész történés, és nem tudom visszanézni. Tehát más meg szokta festeni, úgy hívják, hogy goblen tervet, nekem ezzel együtt élek, és nem is tudok szimultán mondjuk akverelezni, hogyha szövök, akkor csak ott vagyok. De tulajdonképpen vakon dolgozol? Igen, mármint a belső látásomban hazárd módon annyira megbízok, néha egy évig, hogy eddig bevált, hát szóval igen. És aztán mondjuk eltelik az egy év, amíg szövöm, és akkor jön a levágás, és jön a valóság, és szembesülök vele, hogy az én belső látásomat, azt mennyire tudom közvetíteni másnak. És ez az az izgalmas pillanat, amikor kikerül a ház oldalára. Hát nagyon érdekes dolog, meg kell mondanom. Nem is dolgozik más ilyen módon, de én annyira megszoktam ezt a hazárd állapotot, hogy szerintem, ha meg kéne tervezni színesbe, akkor elunnám. És nem változtatok közbe. Tehát úgy képzeld el, hogy nem festékkel festek, nem olajjal, nem akvarellel, hanem fonallal. Tehát ülök a szövőszéknél, és azt mondom, hogy igen, de ez itt most kék, de ebbe egy kis lila, meg egy kis szürke, és egy nagyon vékony fekete szálból összejövő színre van szükség. Tehát folyamatosan festek, csak a fonallal, kicsit bonyolultam, de én már valahogy anatómiailag ehhez alakultam. Ehhez a csodához, amit meg tud teremteni Pérel és Zsuzsa, önök is hozzájuthatnak most, ha elmennek a Kogárd galériába, hiszen még látható az a mindegy közel 20 műalkotás, amely Zsuzsának a Kossuth díja után járt ajándékként, meglepetésként Kovács Gábortól. Egyszerűen tényleg azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus lehetőség az élettől. Önöknek meg lehetőség, hogy elmenjenek és megtekintsék, és higgyék el, csodában lesz részük. Szívből gratulálok. Köszönöm szépen.